Nem is gondolták, hogy az ország legnagyobb koncerttermeiben, szórakozó helyén játszanak majd teltház előtt. Köszöntöm a kedves nézőinket, Önök a Művészváros című magazin műsorunkat látják. A mai adásunkban két stúdióbeszélgetést mutatunk be. Először a Richard Gere zenekar tagjait láttuk vendégül. Ők már több mint 10 éve játszanak együtt. Hamarosan pedig szülinapi megakoncerttel ünnepelnek. De sok minden másról is beszélgettünk velük. Kérlek, mutassátok be egy kicsit a zenekart, mikor és hogyan alakultatok. Ha jól tudom, ez Szentendréhez kötődik az alakulás. Igen, hát 2010-ben alakultunk, ami az igazság az, hogy Szentendrén. Még édesanyám pincéjében kezdtük el a... Ja nem, Süli Marcinál, bocsánat. Az első dobosunk edzőtermében kezdtünk el zenélni, és bár voltak ott egyéb gyúró eszközök, meg ilyenek, de azokat nem használtuk, ugye, mint látszik például rajtam. De próbálni, ott próbáltunk, tehát ott alakult a zenekar igazából. Kik a zenekar tagjai? Hú, ezzel el is megy akkor az egész adás, mire felsoroljuk. Sokan vagyunk igazából. Az eleje óta Dani meg én vagyunk benne, mert egy suliba jártunk a Danival egy gimibe, és akkor igazából ott onnan indult ez az egész, meg ez a dobos, akiről szó volt, hogy nála próbáltunk, ő is osztálytársam volt, Dani a másik osztályba járt, de onnan számítjuk a zenekar kezdetét, hogy a Pál László szintetizátoros fiút megismertük. Igen. És ő csatlakozott, ami 10-11 éve, nem? Igen, igen, igen. Így lettünk 10 évesek, hogyha rosszul számoljuk. Többen vagytok szentendreiek, és ugye a zenekar is Szentendrén alakult. Mit jelent számotokra Szentendre? Hát... itt mi is, vagyis hát szerintem azt lehet mondani, hogy mi is mindig egy olyan közegbe próbáltunk tartozni, meg valamennyire tartoztunk, és ilyen 15-16 éves korunkban folyamatosan volt egy ilyen alkotni vágyás bennünk, tehát hogy én például fotózgattam sokat, vagy festegettem, persze ez nem sikerült, hogy nekem nincs így ízlésem, és de... Volt, tehát hogy megvoltak azok a lehetőségek, amiket Szentendre tudott nyújtani, mondjuk abban, hogy kipróbálja azt az ember egyébként, hogy mit szeret, miben tehetséges, ha mondjuk a művészet érdekli. És ebben mindenféleképpen tudott nekem például segíteni, legalábbis abban is, hogy nem a Richard Gere volt például az első zenekarunk itt Szentendrén, volt korábban más formációiban játszottunk, és például Szentendre nagyon sokat segített abban egyáltalán, hogy kiálljak valami olyannal a színpadra, ami tehát hogy segített mondjuk, hogy mondjam, egy kicsit felkészülni arra, hogy mondjuk milyen lehet előadni, vagy alkotni valamit. ebben sok ember segített, meg mondom, olyan közösségek voltak itt, amik folyamatosan mindenki alkotott, meg csinált, meg mindenfélét, úgyhogy ez jó volt ebben benne lenni. Nekem Szentendre így mondjuk így ez jut rögtön eszembe, hogy ilyen marha jó volt ez a része. Tehát az egész közeg, a város egy ilyen inspirációt adott, és ad. Igen. Volt ilyen alkotócsoportunk, meg ilyen különböző ilyen alkotóműhely, ahol én például nem feltétlenül alkottam, de jó volt ott lenni, nézni, hogy mások hogy alkotnak. És úgyhogy ez jó volt ez a része Szentendrének. És te is szentendrei vagy, ha jól tudom. Igen, én még itt is születtem. Dani csak később költözött ide. Nekem én annyit tudok hozzátenni még, amit a Dani mondott, hogy marha sok zenekar volt velünk ugye egy időben. Jártunk le a Barlangba, minden hétvégén volt valami koncert. Ez is szerintem így hozzátett, hogy lementünk, és akkor így tök jó lenne így ott játszani. Aztán végül is sikerült is. Igen. Igen, meg az például, hogy 14 évesen, hogyha lementünk egy koncertre, utána anyám minden félt attól, hogy leszúrnak, hogy nem tudom, hogyha így hazamegyek egyedül este. Mert úgy Szentendrében volt egy ilyen hangulat, hogy itt valószínűleg nem szúrnak le este 10-kor. De Pesten se feltétlen, csak itt például édesanyám sokkal könnyebben engedett le mondjuk a Dunapartra barátaimmal, mint mondjuk az Astoriára. Vagy a Blaha Lujza térre. Egyébként szeretem azt a tett. És miért pont Richard Gere egyébként? Hát ezt
Ezt sokan meg szokták kérdezni. Hát igazából, amit mondtunk, hogy az elején még ez csak ilyen hülyéskedés volt, még a gimis időszakban, és akkor a név is még ekkor lett kitalálva, tehát ilyen hülyéskedésből ilyen hülye név, és ugye akartunk nevet váltani az elején, utána, amikor így kezdett komolyabb lenni, de akkor meg már mindenki így hivatkozott a zenekarra, meg mi is, és igen, ezt már elkerülhetett. Nehéz lett volna átírni a Facebookon. Szeretitek a személy neveket, tehát Harrison Ford szám is van, Ördög Nóra, és nem? Igen, ezek jók. Jó. Igen. Sok filmet néztünk, de igen, meg sok tévét. Sok tévét. És ez az eredmény. Ez lett az eredmény, sajnálom. Mi inspirált titeket? Tehát, hogyha már itt tartunk, hogy a címek, a daloknak a címe, mi inspirált titeket a dalszerzésben? Ki szokott ugye a dalszerző lenni? Te főleg te, szóval... Hát ez is változó egyébként, mert nálunk szerintem úgy szokott lenni, hogy hozunk ötleteket, szerintem volt, hogy mindenki hozott már ötletet egyébként, amit meg is csináltunk. Ilyen korszakokra lehet ezt lebontani. Talán az elején, amíg kicsit ilyen hallgathatatlanabb zenét csináltunk, hogy mondjam, azokat inkább én hoztam ötleteket, vagy nem tudom. És például az utolsó lemezre már a Laci írt több dalt, tehát hogy oda, ami meg egy hallgathatóbb lemez például, azt már ő szerezte ezeket a dolgokat, a dalszöveget mindig én írom, de így a zene szerintem, tehát valamilyen ötletet bevisztünk a próbaterembe, és akkor ott azt így belerakja mindenki a saját ötletét, meg így, hogy mit tudna belejátszani, mik a határaink, ugye, és akkor így megszületik valami. De az elején csak az inspirált minket, hogy egyáltalán össze tudjunk rakni egy-két dalt, amiben mondjuk több hang van, mint egy. Úgy nagyon zenélni szerintem. Tehát, hogy nem nagyon tudtunk akkor sem, úgyhogy inkább ez inspirált minket, hogy valahogy túléljünk. Mostanra már gyártjátok a dalokat, igazából azt látom. Hát főleg, hogy 2,5 éve nem írtunk új, de hát azt hiszem. Jaj, most pont nem, de... Igen, de igazad van, mert az utolsó lemezre azt ott igen, ott gyártottuk rendesen, hogy ki tudjunk adni egy lemezt. Csak kijött az utolsó lemez, utána elkezdtünk vele koncertezni, és jött a járvány, és akkor azóta meg mi nem is próbáltunk, bizonytalan a helyzet, utána megint lehetett koncertezni, aztán megint nem. Most az a terv, hogy majd most újra nekiállunk, most már eltelt 2,5 év, így újra feltöltöttünk, vannak új ötletek, és igen, akkor újra nekivetjük magunkat. De akkor nálatok nem volt ilyen online koncert, online nem próbák? Online koncertre lett volna lehetőség, de azt mi nem szeretjük annyira. Uh-huh. Hát annyira nem is váltak be, úgy láttam, mert az elején ilyen lelkes volt mindenki. Nem nálunk, hanem hogy amit így láttam már zenekaroktól, de aztán ez hamar kifutott ez az egész szerintem, és mindenki abba hagyta. Mi el se kezdtük. Igen, mi ezekkel nem jártunk. Meg szerintem annyira nem is, tehát egy online koncertet úgy tudok elképzelni, hogyha oda leül az ember mondjuk egy popcornon, vagy kinyit egy sört, és megnézi a laptopon ezt, vagy a tévén, akkor az úgy jó lenne mondjuk olyan zenét hallgatni, ami mondjuk így jó. És nálunk szerintem inkább az játszik, hogy nálunk azért az, hogy mondjuk ott vagy a közönség között, táncolsz, ugrálsz, inkább az lehet olyan, ami élvezhetőbb, mint az, hogy minket most ott megnézi 50 percig valaki a tévébe, vagy ugrálunk. Kitértél a szövegre. Igazából a szövegekben néha egy kicsit ilyen káoszt, nyilván érzek üzeneteket is. Kicsit erről, hogy hogyan születnek a dalszövegek, és hogy mi az üzenetük, vagy mi a cél? Hát ezt ilyen három oszlopba szoktam sorolni a dalszövegeket. Vannak az ilyen ABC mondjuk oszlop, akkor erről tudom így beszélni 95 percig. És a C oszlopban vannak azok a szövegek, amik ilyen 2 perc alatt írok meg, mert mondjuk a stúdióban mégse jó, és már fel kell venni, mert drága a stúdióidő, amit mondjuk a lemezre veszünk, és akkor gyorsan írok egy szöveget. Van ez a kategória, ami nem feltétlen tehát hogy nem feltétlen csiszolgatom, ugye? A középső oszlopban vannak azok, amik mondjuk
amik kicsit ilyen szórakoztatóbbak, vagy olyanok, amik mondjuk engem tudnak szórakoztatni, de már hosszabb ideig tart, mondjuk ilyen 10-15 perc, és akkor az A oszlopban meg vannak azok, amikkel mondjuk így egy hét múlva is visszanyúlok, vagy kicsit többet szeretnék elmondani, mint mondjuk a Paulin Barbie című számban, vagy ilyenekben, és akkor az az A oszlop. Szerintem abból van a legkevesebb, de így áll össze, és akkor talán, hogyha egy halmazt rajzolnék, ugye az ilyen, akkor ott vannak átfedések, tehát hogy van az A oszlop, kicsit belenyúlik a B-be, és akkor a C-be is belenyúlhat a B, vagy az A, és akkor van a kettő között egy ilyen, vagy a három között egy. Na mindegy, hát ez mi jellemző a C-re? Tessék? Mi jellemző a C-re? A C-re, ami a gyors szöveg, az, hogy mondjuk az adott dalra, hogy azt általában a C-t akkor írom, amikor már megvan a zene, hogy ezt tök jó lenne előadni ezt a zenét koncerten, de még nincs rá szöveg, akkor gyorsan koncertet írok rá valamit. Vagy, tehát, hogy ott inkább a szükség szüli ezeket a szövegeket. De aztán megmaradnak, egy-kettő megmarad belőle, és azokat talán szeretjük is. Ti hogy csináljátok például? Tehát, hogy András, azt mondjátok, hogy ja, ez jó, igen, ez jó, ez a két perces, amit most megírtál, vagy azért beleszóltok ezekbe a folyamatokba? Hát régen a próbákon szerintem nem hallottuk soha az éneket, és akkor nem értettük a szöveget. Nagyon sok dalnak mai napig nem tudják a szövegét. És akkor ráhagytuk, persze, tök jó, és akkor utólag néha volt olyan koncert, vagy valami felvétel, amit visszahallgattunk, vagy már a stúdió, akkor hallottuk, ja, hogy ezt ének, tehát... Tehát így nem, ami nem szoktad így külön így elküldeni előtt, hogy srácok, nézzétek, olvassátok el, most nagyon jót írtam, hanem ez mindig lejössz próbán, elkezded énekelni, és akkor ez van. Tudom, hogy volt olyan, hogy mondtuk, hogy hú, ez a szöveg így nagyon rossz, és nem. Ezt ne csináld. Talán sose kérdeztetek a szövegről, soha életemben nem. Hogy átküldöd, mert tetszett, vagy valami ilyesmi, semmi nem volt soha. Egyszer talán, mikor felvettük a stúdióban, akkor hallottad, hogy az a szám, amit 5 éve játszunk, mi a szövege, és akkor mondtad, hogy ja, ez jó haver, nem rossz. Szóval, hogy nem szoktunk ezekről így beszélgetni egymás között. Nem beszélgetünk a zenekar dolgairól. Hogy egy-egy koncerten halljátok először. Tehát akkor... Ha jó a hangosítás, akkor igen. Ja, valahogy ott se, igen. Valahogy ott se, igen. Viszont akkor megint téged kérdezlek, hogy mi inspirál egy-egy dalszöveg megírásában? Honnan jönnek az ötletek, illetve akkor itt kitérek az A-oszlopra, tehát ami mélyebb. Az A-oszlop igazából az A-oszlopban azok tartoznak, amik mondjuk tényleg annyira belőlem tudnak építkezni, hogy éppen az adott időszakomban hogy dolgozom fel a körülöttem lévő problémákat, esetleg jó dolgokat, és mint egy ilyenfajta stresszoldó folyamat, vagy egy stresszoldó, nem jogázom, hanem ezt csinálom, és így szoktam nagyjából feldolgozni szerintem azokat az érzéseket, amik bennem vannak, gondolatokat, akár nem is feltétlen érzéseket. Úgyhogy igazából az, hogy mi inspirál, az nem inspirál, hogy mondjuk ez a szöveg így nagyon jó legyen, meg írjam meg, hogy erre azt mondják, hogy jó, hanem elsősorban az, hogy nekem ez tetszen, és akkor utána meg bízom abban, hogy ez mondjuk a közönségnek is tetszeni fog. A B-oszlopban már inkább például már becsúszhatnak olyanok, hogy így belegondolok, vajon mit lehet jó a koncerten kiabálni, vagy ilyenek, tehát ott már azok a dolgok vannak, hogy mondjuk a közönség fejében is. Kicsit gondolkodom is, hogy én a közönségben lennék, akkor mit élveznék ebből a sorból. Mit veled énekelnek mondjuk. Igen, például igen. A C megmondom, az egy teljes káosz, az egy perc. Szóval itt igazából vannak magánéleti dolgok is, társadalmi kérdések is a dolog között. Igen, amik éppen foglalkoztatnak. Az meg, hogy és ez, hát engem, mivel nem vagyok egyébként szövegíró, tehát nekem nem is tanultam ezt, meg nem is ez a foglalkozásom, ezért tudok inkább abból az oldalról közéltem meg, hogy ösztönösen mit tudok én kihozni magamból úgy, hogy azt mondjuk én szeressem, és hogyha ez mondom, másnak is tetszik, akkor az jó. De van, hogy másnak nem tetszik, de attól mi még szeretjük. Ilyenek vannak. Térjünk rá a zenei stílusra. Hova tudnátok sorolni, mert igazából én mindent hallok. Skát, indít, rockot. Skát. Én azt is hallom benne egyébként. Tehát ezt még nem mondták. Ennek örülök, mert akkor fel tudjuk írni a listánkra otthon. Magunkra, Leci magára tetováltatja az összes műfajt, amit eddig hallott.
Hogy igazából, akkor ti hova sorolnátok, ezt kérdezem. Andris, te értesz a zenéhez. Pop. Nem, nem, te adtál egy jó nevet, nem? Hát mi, mi az Artfart popot szoktuk mondani mindenkinek, mikor erre rákérdezhetnek, akkor mi azt mondjuk, hogy ez Artfart pop. Mert hát így, én nem tudom, szerintem az, azt mi találtuk ki, de szerintem talán az, oda az a legjobb kifejezése erre. Igen, nem tudom. Hát alternatívnak lehet, hogy túl underground, undergroundnak túl pop, popnak túl. De inkább ez a közeg. Nem tudom, én nem hittem soha ennyire ezekben az ilyen nagy hangzatos, ilyen beskatujázásban. Én rosszul játszott jazz. Persze vannak így az alapműfajok, hogy rap, jazz, ska, reggae, pop, rock, akkor nem tudom, ez már a... Mert párat ki tudunk zárni ezek közül nyilván, ami nem. Lehet, hogy azért hallod ezeket bele, mert hogy nálunk szerintem ez a folyamat, hogy ahogy dalt írunk, az annyira nem tudatos, tehát mi nem úgy ülünk el, hogy na, akkor most ez egy tök jó ska rész lesz, hanem egyszerűen ez megszületik ott, és akkor ez így marad, mert nem foglalkozunk aztán vele, és akkor így megszületik egy dal, és lehet, hogy emiatt van ez, hogy... Ez a művészet, azt hallunk bele. Hát, ha, vagy ha nem is, de az biztos, hogy idős spórolunk vele. És egyébként vannak előadók, akik így példaképetek? Persze. Kik? Laci. Ja, már mint a zenekaron kívül. Kezdjem én? Kezdtek. Nagyon szeretem David Lynch filmjeit. Csak kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. David Lynch filmjeit nagyon szeretem, illetve különböző rendezőkre vagyok. De most zene volt, nem? Zene? Aha, ja, bármi jöhet. Arról nem tudok beszélni. Fogalmam sincs. Arról mit mondjak? Hát lehet, hogy igen, téged rendezők inspirálnak így a zenei életben. Nem, mert én szeretem a zenét. Hát így régen például, tehát hogy az, hogy mondjuk miből indult ez a Richard, vagy miből indult az, hogy egyáltalán gitárom legyen, én az talán ezek az általános, unalmasabb Nirvana, természetesen Elton John, miket, mindenfélét hallgattunk, Eminemet, Sex Pistols, Beatles. Aztán például nem, én Rolling Stones-os voltam. Én Beatles-t adani Rolling Stones-os. Igen, én Rolling Stones-os voltam. Tehát ilyen, nem, Laci volt a popposabb vonal. Ő például popot preferált. Ő hallgatott Eminemet, nem? Igen, de azt én is az Eminem ja, volt. Is. Most elkezdeni. Azt nem csak Laci tudod, miatt hallgattad. Ne, igen, hogy tudjak el, miről beszélget. Nem, nem, hát igen. Mostanában meg én ilyen francia popzenékre vagyok rá, tehát azokra keresek rá, ilyen synthwave, French girl sing, ilyeneket írok be Spotify-ra. Igazából nagyon sok mindent én is sorolhatnám, de ezek nem feltétlenül tükröződnek a zenénkben szerintem, mert most mondhatom, hogy persze hallgatok David Bowie-t, de szerintem a számainkban nem hallatszik, hogy David Bowie-t hallgatunk. Jó, van egy Let's Dance című számunk, de köze nincs az eredetihez. Szóval szerintem hagyjuk ezt a felsorolást, ezt így bármeddig. Igen, majd adás után megbeszéljük. Jó, tehát nem, igazából akkor nem ők adják az irányt a zenekarnak. Lehet, hogy ilyen nagyon apró dolgok vannak, de most olyan nincs, hogy csináljunk olyat, mint biztos a Nirvana Bleach, és akkor... Igen, igen, igen. Tök jó mondja az Andris, hogy biztos, hogy hat ránk, meg biztos, hogy beszívtuk ezeket a hatásokat, de hogy nem... Nem hiszem, hogy... Hogy ilyen tudatalat, meg ilyen apróságokban, tehát hogy tényleg nincs olyan, hogy konkrétan próbáljunk egy olyan lemezt megcsinálni, mint a volt tényleg Iggy Popnak, vagy a Stooges-nak. Iggy Popot szeretem. Csupa külföldi előadót soroltatok fel, és nálatok is fontos, tehát vannak angol nyelvű dalok, hogy... Ez több a magyar, igen. Több, de hallottam azért van, egy pár angol nyelvűt, tehát hogy ez így miért fontos, hogy legyen angol nyelvű dal is? Hát ez a C kategória. Tehát nálunk ez úgy zajlott, hogy volt egy zene, ugye? Volt egy jó, vagy olyan zene, ami mondjuk tetszett nekünk, és akkor ott valamit gyorsan kell csinálni, úgyhogy mondtam, akkor ez legyen angol szövegű. De ott mi azért nem írunk angol nyelvű dalokat, mert nagyon szerintem nem minket ez a piac, vármint hogy az, hogy mondjuk külföldre kimenjünk, vagy ilyenek, az mondjuk szerintem ebben a zenekarban annyira nincs meg ez a lehetőség, ami nem is baj, de tehát minket jobban foglalkoztat a magyar nyelvű dal.
És milyen zenésznek lenni napjainkban Magyarországon? Terül egy zenészt lehetne megkérdezni, erről nagyon nem tudom. Hát mindannyiunknak van civil állása. Egyikünk se ebből él, igen. Igen. Tehát... Vagyis hát a mostani dobosunk, meg a hegedisünk, ők több zenekarba játszanak, meg tanítanak is. Hát nekik ez a foglalkozás. Nekik ez a foglalkozás, de rajtuk kívül mi a többiek. Nem ebből élünk, tehát nem mondjuk így hivatás, hogy zenészek. Hát az igen, hogy mi hála az égnek, meg a szerencsének, hogy sok helyre elmehetünk, meg sok ember mondjuk kíváncsi a Richard Gere-re, az abszolút jó érzés, meg egy jó hobbi tud lenni amellett, hogy mondjuk dolgozunk, és így nem is feltétlen mondjuk a Richard Gere tud lenni az első az életünkben, hanem itt ami a harmadik helyen van, de az nagyon boldoggá tud tenni minket az, hogy ez a hobbink így segítséget kap több helyről. Ez értelmes volt. Hogy így az elején, az interjú előtt még beszélgettünk, és azt a szót használtam, hogy ismertek vagytok, és akkor így mosolyogtál, hogy... De hogy én azt gondolom, hogy ismertek vagytok, és népszerűek. Szerintetek mi a titka ennek, hogy a Richard Gere ennyire népszerű? Hát ez minket is meglepett, nem? Hogy... Hát ezzel mi még annyira nem foglalkoztunk, mert hogy nem nagyon tudunk ezzel foglalkozni, mert nem annyira érthetetlen és hihetetlen az egész, hogy csak úgy... De örülünk neki, persze, csak nagyon jó nem érzés. Értjük, hogy miért. Fogalmam sincs, és tök jó így sodródni az ára, minden, de nem fejtegetjük ezt, mert akkor valószínű pánikrohamot kapni. És mit jelent számotokra a zene? A zene, hát Andris erre válaszolja nekem semmit, nem csak viccelek. Unalom ellen egy kiváló időtöltés a utazás közben, bekapcsolni a Spotify-t mondjuk. Mintha időt utazni, hogy levágom a kilométereket, ha zenét hallgatom. Akkor milyen érzés még játszani? Jó. Hát jó érzés játszani, jó érzés a barátaimmal együtt lenni. Fura állapot ez, nem tudom én. Valószínűleg ezt nem tudom úgy megélni, mint egy olyan ember, aki például szeret gitározni, nem szeret gitározni, máshogy élni meg valami, hogyha tudnék énekelni. Ez az egészet egy ilyen projektként kezelem. Tehát nem úgy, mint egy zenekar, hanem az én fejemben azért ez valamilyen projekt. És ebben a projektben részvenni, tehát a zenére nem tudom, mit tudok mondani, de hogy ebben a projektben részvenni marha boldoggá tesz meg. Nagyon fontos nekem ez. Jól érzem magam ebben a világban. 11 éves a zenekar. Mit tudnátok az évekből egy-egy pillanatot kiemelni? Mi volt egy-egy fontosabb pillanat az évek alatt? Hát szerintem volt több ilyen fontosabb mérföldkő, vagy nem tudom, tehát, hogy mindig így fejlődtünk, pont az, amit mondtunk, hogy nem tudjuk, hogy miért hallgatják ennyien, és akkor az elején ilyen nagy szó volt, amikor itt Szentendrén a Barlangban mondjuk tele volt a hely, ami 150-200 ember, aztán a A38, ami 600, utána meg volt egy akvárium nagyterem, ami meg 1200, és akkor így szép lassan, ezek szerintem mind ilyen meghatározó igen. volt. Meg előtte mindig az volt, hogy mindig azt hittük, hogy az a max épp, ami most van, és így soha nem reméltük, hogy ez még így felfejlődik. Szóval én ezeket mondanám. Persze, hát amikor a Barlangban először játszottunk, az óriási élmény volt, mert mi a Barlangban jártunk minden hétvégén 15-16 évesen, ugye sajnos Batára két hetente, meg ilyen tök jó zenekarokra, és akkor Presso Tango Libido. Még volt egy csomó? Hát ez a kettő, amit így kiemelni, de hát volt rengeteg. Mik voltak még? Tudósok. Tudósok. Őket mai napig szeretjük, igen, meg még aktívak, a többi az már nem annyira. Igen, tudósok is sokszor volt. Szóval csak ugyan, na jó, most ezeket elsőkező sorolni. Szóval igen, hogy azt nem állt, amikor feléptünk először a Barlangba, akkor így eszünkbe se jutott, hogy például az A38-on valaha fellépjünk, vagyis hogy el tudunk oda jutni, ezért nem is volt cél. Tehát mi nem tűztük ki otthon 2011-ben a cél a falra, vagy nem tudom, hogy akkor most nézzétek, akkor egy év múlva ide eljutunk, mert úgy voltunk, hogy úgy se sikerül semmi.
és hát így valahogy mégis összejött, és az Andrisnak abban igazam, hogy ezek a lépcsőfokok valószínű, hogy minél több helyre jutottunk el, minél nagyobb színpadra, vagy több emberhez. Ebben viszont biztos segítette a klippek, mert ott is lehetett érezni, hogyha mondjuk kijött egy videóklip, és arról mondjuk cikkeztek, vagy a tévében megjelent, vagy valami volt vele kapcsolatban, akkor utána mindig nagyot dobott az, hogy több jegy fogyott. Igen, vagy lemezek, talán a második, harmadik lemeznél már érezhető volt egy olyan, hogy ez is számott, tehát nem véletlen csinálnak a zenekarok videóklipeket, meg albumokat, mi kár, hogy nem csinálunk olyan sokat, vagyis hát ez például lehet, hogy kéne csinálni többet, mert mi ritkán csinálunk. És mik a következő tervek? Tehát lesz klip, vagy új dal? Illetve, holnap hogy... megyünk próbálni. Holnap? Vagy várj, holnap után vagy. Ja, úristen, akkor most el kell indulnom. Koncertek, hol nem, hát most az akváriumban lesz a 10 éves születésnapi budi. Azért, mert hogy az tavaly lett volna, de a Covid miatt elmaradt, azért... Ezért most 8 évesek vagyunk. Rosszul számol. Most arra készülünk. Igen, mert november 26-án lesz. Nagyon sok régi számmal készülünk, egy hosszú műsor lesz. 2 órát fogunk játszani. Még átgondoljuk. És akkor, hogyha az nem megy, akkor elkezdünk új dalokon foglalkozni. Hát igen, meg ott az akváriumban megjelenik a 100 dalos lemezünk, a Bible of the Art Fart, és az... Nem új dalok, azok 2010 és 2020 között, amiket itt találtunk így ilyen rossz vinyókon, meg CD-ken, így ötletek, demók, amiket soha nem mutattuk meg senkinek, azokat összeválogattuk és ráraktuk egy dupla lemezre, és akkor azt például az akváriumban meg lehet venni, de igen, november 26-tól. És a Facebookon láttam, hogy valami szavazás is volt, hogy a top 10 számotok, vagy a legkedveltebb szám? Emiatt szerintem, hogy már nagyon sok olyan régi számon, amit most már nem játszunk a koncerteken, és akkor erre voltunk kíváncsiak, hogy a közönség mit... Igen, hogy miket tanuljunk meg újra. Mert ezeket nem játszottuk 4-5 éve, nem? Vagy több? Valamit több, valamit négy, igen, valamit mi előszedtünk. Igen, és akkor hogy ezeket tanuljuk meg most újra. Egyébként számotokra fontos, hogy legyen egy interaktivitás a közönséggel, nem? Tehát a koncerteken is azt látom, hogy folyamatosan van egy felvezetés, tehát nem az van, hogy lejátszátok és ennyi, hanem folyamatosan. Hát pont ez talán, igen, pont ez, amiről beszéltem, ez a, hogyha ilyen projektként gondolok rá, vagy mondjuk egy ilyen, azt szoktam mondani, ilyen összművészeti hacacári, amiben nem csak mi vagyunk, hanem egyébként a közönség is, és ők is ebbe be tudnak lépni ebbe a világba, és akkor közösen ott megszületik valami, akkor az úgy jó. Hát szoktunk, például piknikezni is elmentünk a közönséggel, augusztusban szoktunk akciókat csinálni, most szeretnénk majd egy kiállítást, ahol a közönség, ez a közönség is olyan fura szó, de hogy az emberek, akik járnak Richard Gere, ők kiállítanak majd, amit szeretnének, de azért minket fessenek, de nem csak viccelek, de hogy ott ilyenekről van szó. Szoktunk csinálni bulikat, ami nem is feltétlen a zenéről szól, csak az, hogy együtt legyünk. Ezek fontosak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma a stúdiumban. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget. A Richard Gere zenekar tagjai után Francesca H. Nilk írónővel beszélgettünk a stúdiónkban. Fiatal kora ellenére 29 regényt írt meg, amelyből már 9-et ki is adtak. Minden regénye kemény témát dolgoz fel. Először beszélgessünk egy kicsit a pályádról, hogy honnan is indult a te karriered. Hát igazából már kisgyermekkoromban is írtam fejben könyveket, úgyhogy akkor meg nem tudtam, hogy mi történik, csak minden éjszakám ezzel telt el, hogy ilyen történeteket írtam, és már akkor is eléggé nehéz témákat, és fogalmam sincs, hogy ez honnan jön, de valahogy egész életemben ez volt bennem. Amúgy ápolónő szerettem volna lenni, ez érezhető is a lelki vonatkozásán a könyveknek, úgyhogy meg sok regényemben szerepel kórház téma, a betegség, vagy olyan, hát valamilyen szinten érintve, vagy sérülés. Ugye nagyon-nagyon fiatal vagy, és mégis így fiatal korod ellenére, nagyon termékeny is vagy, hiszen 29 regényt írtál meg eddig, amiből már 9 meg is jelent. Mi az, ami a legfőképp inspirál téged a munkád során? Késztetésem van rá, hogy írjak, és nem tudom abba hagyni, bár most már azon vagyok, hogy egy picit pihenjek, mert a tavalyi évben szinte minden hónapban megírtam egy könyvet, úgyhogy már
úgy voltam vele, hogy ideje azért leállnom, és egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy élni az életemet, de hát mással foglalkozni. Ugye ez a név, ez a Francesca H. Nilk, ez egy álnév. Ugye álnéven szoktál publikálni, de mi ennek az oka, hogyha esetleg megtudhatjuk? Amikor az első könyvem megjelent, meg se fordult a fejembe, hogy saját nevemben írjak, meg kaptam is olyan, hát vagy írók mondják, hogy ha a magyar ember, na, vagy nem is az írók, inkább az olvasók mondják, hogy ha magyar név van egy könyvben, akkor meg se nézik. És akkor gondoltam, hogy meg hát amúgy is nekem ez lett volna természetes, hogy álnéven írok, meg külföldi néven a szereplők is külföldiek. Uh-huh. Úgyhogy a Francesca csak úgy jött, az age az az angol hope-ból, a remény szóból van, a Nilk meg az igazi nevemnek a vezeték nevéből alakult ki, úgyhogy... Akkor innen ered a név. Ugye már említetted az előbb ezeket a témákat, amik így az ápolónői mi voltodból adódnak, vagy ugye azt szerettél volna lenni, de most egy kicsit így konkretizáljuk, hogy mik ezek a témák, amiket érintesz a könyveidben. Írtam már a családon belüli erőszakról, a nemi erőszakról, gyászról, depresszióról, alkoholizmusról. Nem tudom, nem erőszakot mondtam, a köré egy egész sorozat épül, igazából az egész megsebzett, az dolgozza fel így minden szempontból, kisgyermek, fiú, nő, minden szempontból, mert ott több-több szereplő van, és akkor hol az előzmény történetben derülnek ki a dolgok, meg az alapkötet ugye arról szól, hogy egy 18 éves fiút elrabolnak, megkínoznak, meg erőszakolnak, és hogy ebből hogy gyógyul fel, és hogy ad reményt ezzel majd az embereknek. Hogy most tényleg így felsoroltad, ezek azért eléggé kemény témák. És hogyan készülsz ezekre a témákra, így lelkileg, az írásra? Hát annyiból szerencsés vagyok, hogy nem kell készülnöm, hanem ez magától jön, és valahogy érzem, tudom, hogy mit érezne az adott szereplő, mármint, hogy mit érez egy olyan helyzetben egy adott ember, vagy hát akivel így történne, vagy igen. És mi a célod ezekkel a könyvekkel? Hát, bár a könyvírás általában szórakoztató szokott lenni, nekem emellett szerintem van egy nagyon nagy mondani valóm is, meg az úgymond túlélőknek is segíthet, hogy látják, hogy más is volt ilyen helyzetben, hogy ez nem az ő szégyenük, és hogy ebből ki lehet jönni, ha nem adja fel az ember. És igazából ezek a témák, amiket te érintesz, ezek remélem, hogy ezek nem tapasztalatok, de hogy igazából ilyen nagyon komoly kutatómunka, akár pszichológusokkal beszélgettél, vagy utána jártál, vagy honnan szerzed így a forrásokat? Teljesen magamtól jön. Vagy hát, hogyha tényleg ilyen, hogy konkrét dolog kell, hogy mondjuk írtam a meddőségről, vagy mondjuk most a szívátültetésről, na azoknak nagyon komolyan utána nézek, tehát aminek ilyen tényleges tudás kell mögé, de a lelki az mindig magától jön. Wow. És mi ez az a legfőbb korosztály, akit így megcélzol ezekkel a könyvekkel? Gondolom ez inkább nem annyira fiataloknak szól, bár mondjuk, hogyha tényleg van benne, akár így, amit említettél, a családon belüli erőszak, vagy nemi erőszak, ami sajnos azért valljuk, hogy előfordul. Tehát inkább ők is, de mi a célzott korosztály, hogyha lehet így? Hát ezt így nagyon nehéz megmondani, mert soha nem gondolkoztam rajta, meg írás közben nem is azzal vagyok elfoglalva, hogy igazából ezt majd olvasni fogják az emberek, hanem úgymond a saját lelki békémért írom őket. Viszont van 70 pluszos olvasóm is, meg van 18 alatt is, de azért tényleg egy-két könyvben szerepel a 18-as karika, hogy azért az tényleg durva. Az első regényed, a Daniel, az 2016-ban jelent meg, ugye már eltelt azóta 5 év. Hogy tekintesz vissza arra az időszakra, akár így, ahogy így belevágtál a legeslegelső regényedbe, annak az írásába, és így visszatekintve mondjuk volt-e valami, amit változtattál volna esetleg rajta? Hát annyi, hogy ugye a legelső regény, amit megírtam, az a Sorsfordítójárat, nem a Daniel. A Daniel azt hiszem a 6. könyvem volt, amit megírtam, viszont akkor... Ugye addigra már ezek kész voltak, és úgy éreztem, hogy ez a legerősebb, ezt kell kiadnom. Hát visszagondolva, ez egy jó időszak is, meg egy rossz időszak is, mert ugye azért az egy nagyon nagy dolog, az embernek könyve jelenik meg, de nagyon sok nehézség volt, és nem nagyon támogattak az úton, úgyhogy tényleg ott is csak az volt, hogy ki kellett állnom a saját álmomért, és nagyon hinni benne, miközben így kb. Mindenki ellene volt. Úgyhogy igen. De akkor visszatekintve büszke vagy magad. Persze, hogy büszke vagyok, igen, igen. Sok mindent máshogy csinálnék, az biztos, mert mindenhol a legrosszabbat választottam, de az kellett ahhoz, hogy ide jussak, úgyhogy.
És ugye egy másik fontos fordulópont az életedben, hogy 2018-ban belevágtál a könyvkiadásba, tehát te magad lettél egy könyvkiadó. Hogy kell elképzelni ezt az egész folyamatot? Tehát mi hozta meg ezt a sorsfordítást az életedben? Hát pont ezek a rosszul, bár nem is a döntés volt, rosszul sikerült, most nem tudom, hogy annyira itt megnevezhetek kiadókat, vagy nem tudom, hogy az Álomgyárnál jelent meg az első könyvem, de ott pont olyan volt, hogy addig ott még csak romantikus könyveket adtak ki. Az enyém volt az első, ami pszichotriller, és azt mondták, hogy az oda nem való bele, úgyhogy létrehoztak egy ilyet, hogy ábránt könyvek. Na már most ott megjelent velem együtt még két könyv, és akkor az ott meghalt a történet, és onnantól kezdve kezdték Álomgyár néven kiadni a további trillereket is. Szóval igen, az anyám így hirdetésben is hátra maradt, meg senki nem tudta, hogy Álomgyár, szóval én ezzel így elég rosszul jártam. Viszont alig két hónapra rá felkeresett itt egy szentendrei könyvkiadó, hogy szeretnék kiadni összes többi könyvemet, és leszerződtet végig. Hát én mondtam, hogy próbáljuk meg két könyvvel, az a Sose engedj el és az Elitbőr, viszont az sem úgy alakult, ahogy az jó lett volna. Úgyhogy ezután döntöttem úgy, hogy hát lehetetlen, hogy az ember kiadóval csinálja. Anélkül is lehetetlen, de kiadóval csinálni is lehetetlen, úgyhogy akkor már inkább egyedül csinálja, minden úgy legyen, hogy én szeretnék, vagy szeretném, és hogyha összejön, összejön, ha nem, nem. És így a saját kiadóddal kapcsolatban, hogy ugye te magad felelt érte, milyen kihívásokkal kellett így szembenézned? Hű, mindennel. Mert ugye a borító, a szerkesztés, a tördelés, szóval minden jó a borítóban, igazából a nagybátyám segített, de meg ugye korrektúrázták is a könyvemet, de azon kívül mindent én csináltam, mindent én csinálok még most is, úgyhogy iszonyat nagy munka, de legalább tényleg úgy van, mert például ott az első könyvemnél a szerkesztés is olyan volt, hogy most, hogyha én már elkészítettem, ugye, hogyha után kell nyomtatni a verziót, és visszacsináltam a dolgokat, mert volt egy-két szó, mondat, amit ugye átvariáltak. De én azt meg már nem éreztem sajátoménak. Tehát tényleg komoly munka van így a könyvkiadás, tehát ez az egész munka, amit te csinálsz, azért ez elég komoly háttérrel működik. És hát ugye most megjelentek újonnan könyveid, a Dermesztő hideg, az Üdv újra itthon édesem, illetve a Sorsfordítójárat. Ugye ez három könyv, de most akkor egy kicsit ásunk a mélyébe, akkor nyugodtan mesélj ezekről a könyvekről így külön-külön. Jó, nem baj, ha a kezembe veszem, nyugodtan. Közben, hogy erről beszélek, akkor kezdem ezzel, mert ugye ez az első könyvem, amit megírtam valaha, úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, mert amikor én ezt írtam, akkor fogalmam sem volt róla, hogy ezt valaha valaki elolvassa, nem voltak ilyen terveim, és csak olvastam a Daniel Steele-nek a Baleset című könyvét, és akkor jött bennem így a készítés, hogy hát egy ilyet én is tudok írni. Végül a történet nem hasonlít csak annyiba, hogy egy baleset köré épül, ez mondjuk egy repülőgép szerencsétlenség. Itt az apa, a 4 éves kistesó, meg a legfiatalabb fiútesó lezuhan egy repülőgéppel, és a két másik fiútestvér, az idősebbek maradnak otthon. És róluk szól, hogy ők ezt hogy dolgozzák fel, de közben ugye megvan a saját maguk baja is, mert hát igen, az egyik fiúnak van egy barátnője, hát mondjuk most ezt inkább nem mondom el, hogy miről szól, meg a másik fiúnak is az iskolával is, mert a főiskolával is vannak gondjai olyan szinten, hogy nem akar ügyvéd lenni, csak az apja miatt lett volna ügyvéd. És tényleg ebbe is van olyan, hogy mondjuk ezt fogalmazunk úgy, hogy párkapcsolaton belüli erőszakot is érint, meg a nem kívánt terhességet. Nyugodtan a többiről is mesélhetsz pár szót. Akkor a Dermesztő hideg, ez különálló kötet lett volna, mondjuk most még az is. Itt egy csapat főiskolás megy fel a hegyekbe, és egy elhagyatott szállodához mennek, ahol állítólag egy baltás gyilkos szelleme kísért. Hát ugye azt hiszik, hogy ez csak egy jó poén, de a végén tényleg ott lesz egy baltás gyilkos. Viszont a könyv bár erről szól, mégsem teljesen erről szól, mert egy részénél lesz egy csavar, és akkor onnantól teljesen megváltozik a történet, és megint elmegy egy ilyen drámai irányba. Én nem gondoltam, hogy lesz második része, de most, amikor javítottam ebben az évben, hogy kiadásra kész legyen, akkor egyszerűen jött az ötlet, és írtam egy második részt hozzá, úgyhogy már van egy második része. Úgyhogy igen.
Akkor az Üdvőre itthon édesem, az a Daniel című könyvemnek az előzmény története. Ez a családon belüli erőszakról szól teljesen, Daniel, hogy egy 17 éves fiú visszakerül az apjához, aki 12 éves korában félholtra verte, és ugye utána ebbe a könyvbe ott terrorizálja tovább. Ez a könyv kapásból azzal kezdődik, hogy ott 12 éves korában, amikor őt nagyon durván megverték, hogy onnantól, hogy épült fel, és hogy hogy kerül vissza az apjához. Én ezt azért írtam meg, mert ugye ott a Danielben az eredeti kötetben, hát az anya küldi vissza az apjához a gyereket, és hogy az olvasói visszajelzések alapján az anyát annyira gonosznak titulálták meg, hogy teheti ilyet egy anya, ami úgy jogos is, viszont én úgy éreztem, hogy ezt meg kell magyaráznom, és meg kell védenem az anyát, hogy ugye ő nagyon manipulálva lett, és ő nem azért küldte vissza a fiát az ördökhöz, mert hogy annyira gonosz lenne, hanem mert hogy tényleg őnek is úgy alakították a szálakat, hogy tényleg elhiggye, hogy már megjavult az az ember, és végig ugye nagyon jól is csinálja az apa, hogy ne derüljön ki, hogy mit mivel a fiával. Ahogy ugye most is említetted, tehát ez az utolsó könyv, ez az Üdv újra itthon édesem, ez a Danielnek ugye az előzmény története, és igazából akkor egy író, vagy egy olvasói visszacsatolásból indult el az, hogy te ezt elkezd megírni. Milyen más visszacsatolások érkeznek még bármelyik könyvedről, amiből így tudsz építkezni is? Hát szerencsére nagyrészt pozitívak a visszajelzések, mert tényleg úgy van, hogy vagy nagyon tetszik valakinek a könyvem, vagy nem, de én inkább azt érzem, hogy akinek nem tetszik, az azért, mert hogy tényleg annyira kemény történet, és ahhoz azért kell az embernek készen állnia, hogy egy ilyet elolvas, és ezt fel tudja dolgozni. De kaptam olyanokat is, hogy tényleg segített a saját életében, hogy ugye neki is az apjával gondja volt, és hogy segítette őt, ahogy elolvasta. Úgyhogy igen, szerencsére. És akkor így, hogy most így ezeket említetted, te magad így kinek ajánlanád, mert ezért ez tényleg elég komoly ilyen pszichotriller, ahogy te is fogalmaztál. Kinek ajánlanád ezeket a műveket? Hát egyrészt akik szeretik a Daniel például azt a durvábbat, meg a megsebzett, aki a durvábbat bírja. Viszont aki nem bírja, én annak is ajánlanám, mert tényleg a végén ugye általában mindig jó lesz a vége, meg tényleg a remény a mondani valója az összes könyvemnek. Úgyhogy azért tanulni lehet belőle, és tényleg úgy érzem, hogy az ember inkább így tanuljon valamiből, hogy kívülállóként belenéz, mint hogy meg kell tapasztalni a saját bőrén. Ugye az első, amit mutattál, ez a sorsfordítójára, tehát ez volt a legelső, amit megírtál. Ez volt az első ilyen regényed. Tehát ez már egy jó pár éve volt, de általában így mennyi ideig szokott tartani egy-egy ilyen könyv megírása? Hát most már volt olyan könyvem, amit 2 hét alatt megírtam, egy 400 oldalas könyvet, úgyhogy egy ilyen 3, max. 4 hét alatt megírok egy könyvet, de tényleg éjjel-nappal írok. Ó. És igazából, amit én nagyon-nagyon szeretek így feltenni így íróknak, az a kérdés, hogy mikor tekintesz befejezetnek egy könyvet? Hát attól függ, mert amikor én megírom, akkor nekem az már a végleges verzió. Mármint én úgy nem szoktam, hogy módosítok tartalmat, vagy mit tudom, én maximum mondatokat szépítem, megjavítom a helyes írás, de nem szoktam megváltoztatni semmit, nem szoktam kivenni belőle dolgokat, úgyhogy én készen írom meg. Ugye most ez a 3 könyv kapcsán jött el be hozzánk, így beszélgetni erről, de ahogy láttam így a közösségi oldalakon, ezért voltak író-olvasó találkozók is, ahol megismerkedhettek ezekkel a könyvekkel. Hogy kell elképzelni ezeket az író-olvasó találkozókat? Ugye itt Szentendrén voltak. Igen, pont most hétvégén is volt egy. Nagyon jó hangulatú volt, nagyon örültem neki. Hát ez tényleg az író-olvasó találkoz azon, hogy leülünk, beszélgetünk, kérdeznek. Igazából, mint egy könyvbemutató vége, amikor már ilyen szabad beszélgetés. És akkor ezek a könyvek igazából most így hozzád kapcsolódnak, tehát hogyha bárki szeretné akár ezeket megkeresni, akkor nyugodtan fordulhat hozzád. Igen. Jó. És ahogy még így olvasgattam rólad, azért neked is vannak még terveid, céljaid. Egy kicsit most erről beszélgessünk. Most így konkrétan itt Szentendrén még tervezel a író-olvasó találkozót esetleg? Mindenképpen. Nem tudom, hogy dátum már van. De az még nincs egyelőre. És milyen céljaid vannak még az elkövetkezendőkben? Hát egyrészt szeretném, hogyha minden nyelven megjelenne, vagy hát nagyon sok nyelven megjelenne. Szeretném, hogyha amerikai filmek készülnének belőle. Ez nagyon fontos nekem, hogy mivel a szereplők is, meg a helyszín is amerikai, mármint úgy helyszín csak egyedül a Sose engedjelbe van megnevezve, mert nem szeretem úgy nagyon leírni, mert ugye nem élek ott, nem tudhatom annyira, de hát
úgy érezhetően Amerikára van tervezve, és tényleg filmeket szeretnék. Ugye most így az elején úgy kezdted, hogy megírtad ezeket a könyveket, de most egy kis nyugalom. Tehát így a magánéletben van-e bármilyen terved? Most így örülsz, hogy tényleg rengeteg műved van itt is most jelen. Most egy kis pihenés vár rád, vagy folytatod még az írást? Hát folytatni biztos, hogy folytatom, meg ugye most majd készítek még előkönyvet, nem tudom, hogy mikor jelenik meg, de szerettem, hogyha előre készülnek a dolgok, és nem abban a percben kell mindent megadni, mert azért kijavítani talán még hosszabb, mint megírni egy könyvet. Úgyhogy igen, magánéletileg hát nyilván szeretik férjhez menni, de ez még nem így működik most. Úgyhogy igen. Akkor én neked nagyon sok sikert kívánok mindehhez, így magánéletben is, illetve hát a könyvkiadáshoz is, és gratulálok ezekhez a könyvekhez. Úgyhogy én köszönöm szépen Francesca H. Nilk írónőnek, Szentendre írónőnek, hogy eljött és beszélgetett a műveiről. Én köszönöm szépen. Ez volt mára a Művészváros. Ha további kikapcsolódásra vágynak, látogassanak el november 20-án, szombaton, Hopka Károly és Benkovics György festményeinek kiállítására Szentendre belvárosában. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!